Kíváncsian nézték Zenta polgárai az egykori cipőüzletben folyó munkálatokat. A végeredményre azonban január végéig kellett várni, amikor a Magyar Kultúra napjára rendezett ünnepség keretein belül átadták a művelődési ház új közösségi terét. Azonban sokan kérdezték, hogy milyen célt szolgál a megszépült helység. A választ a Zentai Magyar Kamara Színház színészei adták meg, hiszen Restart néven létrehoztak egy rendezvénysorozatot, amelynek az új terem ad otthont. Kilenc művészeti estből álló sorozatot Virág György Mélység című felolvasó estje nyitotta meg. A színész Kollár Klemenc László Miért távolodnak a dolgok című novellás kötetét választotta. Ahogyan fogalmazott, pont amiatt a mélység miatt, ami ebben a könyvben is benne van. Összegyűjt néhány papírszemetet, amikbe a virágokat csomagolták Pesten. Anyja megkéri, dobja ki. Elindul a dombra, keresi a szemetest. Ez egy régi temető, szemetes nincs. A siratókápolna mögött talál két konténert a kanyar után. Még a temetőben is van kanyar. Az egyikben növények kidobálva. Elszáradt hortenzia, begónia, fikusz. Ilyen nevek jutnak az eszébe, ahogy fordul a konténer felé. A másik tele van kőtörmelékkel. Építkezési sittel. Nem sitt az, valami más. Régi sírkövek. Meg nem annyira régiek. Ott állt a konténer mellett. Anyja tőle jó messze. Matadhatott még a nagyszülei sírján, amit elsősorban a faluban élő húga ápol a kicsi. Toszkát nem láthatta, mert a kanyar után volt a domb tetején a ház mögött. Toszkát nem láthatta senki. Minden novellában van valami olyan fajta csavar, ami engem nagyon-nagyon megfog emberileg. Ami nem feltétlen dramaturgiai csavar, vagy hogy nem a történetben történik valami olyan csavar, hanem úgy csavargatja meg az ember lelkét, ami igen mélyre tud hatolni. Ahhoz, hogy megértse az ember, hogy most ezzel mit akarok mondani, ahhoz tényleg el kell olvasni, és abban sem vagyok biztos, hogy mindenkinél egyformán hat. Nálam ezek a novellák kivétel nélkül mind betalálnak, és ezért szeretem. A szövegeket népzenével ötvözte, hiszen ahogyan fogalmazott, e két műfaj egy azon mélységből fakad. Ebben segítségére volt Juhász Gyula, a Juhász zenekar tagja, aki Brácsán kísérte végig a felolvasást. Emellett György hegedű játékát is meghallgathatták a nézők. Kollár Klemenc László így kívülről, én nem ismerem őt, csak a Kistehén zenekarnak a számait, illetve a novelláit, meg természetesen egy-két riportot láttam vele, de hogy ő is egy ilyen borzasztóan átgondolt, természetközeli, nagyon-nagyon mélyről építkező, mélyen átgondoló, mindent többször átgondoló, ha úgy tetszik, filozófus. Ezt idézőjelesen értem, és ez összeköti ezt a két műfajt egymással. Hogyan készültél a ma estére? Élvezettel, kérlek szépen. Élvezettel, ugyanis mind a kettőt nagyon szeretem, és csak össze kellett hangolni. És a Brácsa kíséret az egy külön öröm számomra, hogy Juhász Gyula barátom ezt vállalta. Ő illusztrálja ezeket a novellákat a hangszerén. A te lelkedben, barátom, aki sok nőt szeretném. Mivel szót kimondom, asszony, vagy azt, hogy szerelem. 30 és 40 mesztelen nők írja rólad össze egyé. Ezen a képen általában az, ami a nőkben hasonló. Vállak, csípők, keblek, combok.
Azonban, ami megfoghatatlan, az arc. Eltűnik. Fejetlen nő jelenít meg előtted. Vald be, ne szégyeld. Mert elég volt neked a nő nyaktól lefelé. És a fejetlen nő a te ideálod. Azonban, aki egy asszonyt szeretett, az 30 és 40-szer vetíti vásznára ugyanazt a képet. És ezen a képen arcon lát. Asszonyi arcot. A szerelem arcát. A második estet a Bálint napjegyében szervezték meg. Az első est sikerét mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy a terem újra megtelt színház kedvelő emberekkel. A színészek az előadása egykori és ma is alkotó költők verseiből válogattak. Nem is gondolta, hogy ennyire szerette, nem is írta magát. Mert ebben a mély érzésben a legkülönfélibb máskor egyáltalán nem elfogadott cselekedetek is megengedettek. Én megfogtam a karját és távolabb toltam. És ebben a könnyes, szemmel láthatóan, de szívemben egyáltalán nem érzékelhetően nagyon édes arcba azt mondtam, hogy menj el. Érted? Menj el innen! És kitoltam a lakásból a körfolyósóra, ahol nem régen érkezett, ahol azt gondolta, hogy most élet egy boldog óráját közelíti meg, pár perccel ezelőttig ez az érzés erősödött benne, és most aztán végképp érthetetlen volt számára, hogy mi történik. Bezártam a bejárati ajtót, búcsra. És rögtön ott az előszoba kövön csuklottam térdre. Tudod, ez az a nevetséges pozíció, amit már a legigénytelenebb filmek sem mernek ábrázolni, mégis, mint az én példám mutatja, létezik. Volt egy Nagy László vers, ki viszi át a szerelmet, és egy H. János, egy szerelmes vers története. Azért különben, mert mind a kettő vers közel áll hozzám, közel áll a szívemhez. Azt, hogy miért, azt ne kérdezd, mert nem tudom, egyszerűen van ilyen, amikor az ember elolvas egy verset, akkor úgy érzi, hogy na ezt egyszer valahol, valamikor majd el kell mondani, és most adódott itt az alkalom, meg a lehetőség, hogy ezt elmondjam. Talán a második azért tetszik, mert szabad vers, nem rímekben fogalmazott H. János, hanem inkább tényleg egy monológ, és az valahogy közelebb áll a színészmesterséghez, mint a versmondás. Holott nekünk azt mondták az egyetemen a tanárok, hogy beszédtanárok, hogy igazából egy versmondás az igazából egy monológ. Úgyhogy szerintem ez volt az, ami engem megfogott. A vers részletek mellett két előadásból is láthatott kisebb jeleneteket a közönség. Verebes Judit és Szilágyi Áron közös vizsga előadásukat az Ádám és Éva naplójának egyes részleteit adták elő. Igyekeztem elvégül, hogy csodásom. Van valami vonzó Éva egyéniségében. De nem sikerült teljesen. Érdekelnek. A tón felszínét bűvályos fehérről, a különbözőt, a különbözőt, a különbözőt, a különbözőt, a különbözőt, a teljes egyetűnvét. Ügye! Most már ideje. Szerinted. De nekem te vagy az első. Én? Te. Mint nő? Nő. 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 Miért volt már? Mi férfi úgy ugyan mondnak. És neked? Nekem sem. Férfi mondnak. Nő sem? Nő. Nekem. Miért? Mert nekem csak te vagy. És ezt most el is higgyem. Lőrinc Tímea és Pap Arnold szintén egy közös előadásból válogatott. A Timivel a Krumpli Rózsa című duodrámánkból három részletre osztottuk be, és abból mutattunk be kis epizódokat.
Ezt körülbelül olyan, most nem tudom pontosan meghatározni, olyan meghatározva 10 évvel ezelőtt csináltuk, és úgy gondoltuk, hogy ez a Valentin napi műsor kereteiben tökéletesen passzolna. Visszavonat, megyek utánad. Visszavonat, megyek utánad. Talán ma még meg is találok. Talán ma még meg is találok. Talán kihűl a lángoló arc. Talán kihűl a lángoló arc. Talán csendesen meg is szólasz. Talán csendesen meg is szólasz. Csobogalandos víz, fürödj meg. Csobogalandos víz, fürödj meg. Íme a kendő, törülközz meg. Íme a kendő, törülközz meg. Sül a hús, enyhítse étvágyat. Sül a hús, enyhítse étvágyat. Ahol én fekszem, az az ágyat. Ahol én fekszem, az az ágyat. Ahol én fekszem, az az ágyat. Az biztos, hogy keretet akartunk neki adni, ha már két fiú, két lány volt először az első formációban benne, még a Juditéknak az Éva és Ádám naplója, és a mi régi volt kétszereplős drámánk, amivel Arnival vizsgáztunk, ez volt az alapja, tehát, hogy mind a két előadásból válogattunk ki részleteket, és e köré építettük a verseket. És hát személyes sérelmek vagy vágyódások képzik tulajdonképpen a többi összetételét. Eléggé, ugye nem a nem, darab az estnek nem egy fix helyszíne volt, hanem így máshonnan jöttetek be. Hogyan élted át ezt az egészet? Tetszett ennek így a koncepciója? Hát őszintén, na ennek én voltam az egyik alapkigondolója, de ahogy ezt a klubhelységet beállítottuk, végül annyira megtelítődött, hogy azok az átjárások, ahol mi közlekedtünk volna a megbeszéltek szerint, azok telítődtek, így most improvizációra is került sor néha egy-egy változásnál. Tulajdonképpen mivel sem a jelenetek, sem a versek nem helyszíntől függőek, bárhol úgy gondolom, hogy elő lehet őket adni, így nem sokat változtatott rajta, de én szeretem, én személy szerint, amikor valami meg van mozgatva, vagy egy kicsit máshogy van, mint ahogy volt, hogyha valami új érdekes van benne, mert így nem lehet ráunni. Nekem a lámpa piros vagy sárga, soha se zöld, és akkor is kék. Mégis úgy mennék át a két part közt, mintha már semmitől se félnék. Lehet, hogy másnak más mutatnának, de nekem most csak torz képet áll. Egy szuper mennek is sok lenne, biztos előre tudni, hogy reálmi vár. Én már hiába öregedek meg, nem tanulok, én már csak felejtek. Jó lenne néha, betelek sírva, megpihenni a lámpák alatt, csak állni, párni, csak állni, kárni. Nem erőltet ki, úgy is hiába, a harmadik estén egy koncerttel várta az érdeklődőket Verebes Judit és Szilágyi Áron. Sok szép kis jelen című összeállításukban Dévényi Ádám szerzeményeit adták elő két egykori egyetemi csoporttársukkal együtt. Legalább súgja a szöveget a fülembe, kérem, hangosabban, mert így nem értem, csak reflektor fénye ég a szemében. Amikor rám néz végre, mert nem úgy kéne, mert most mindjárt azt mondja, hogy a végzete vagyok, és nehéz a sorsa velem. Legalább verne a szíve kicsit hangosabban, hogy érezzem, valaki van a karomban, csak jutna eszembe, ha végre a szöveg. Valamit üvöltök, de nem értünk miért. Az egész estének az ötlete az onnan jött, hogy ugye teret kaptunk valamilyen fajta műsorra, és ez nekem már egy nagy álmom volt, hogy ezt újra kéne valahogy csinálni. Ezt ugye harmadéven csináltuk a zenés mesterségen, az egyetemen még, mikor fönn voltunk Pesten részképzésen, akkor ismertük meg ezeket a dalokat, ezt a dalszerző Dévényi Ádámot, és nagyon megragadtak bennem a dalai. És már alig vártam, hogy legyen valamilyen alkalom rá, ahol ezt meg tudjuk csinálni. És akkor így először a Juditot ugye megkérdeztem, ő itt van helyben a kolléganő, meg a Robit, meg a Bencét, ugye akik segítettek a zenélésben, végül is ők gitároznak, nélkülük nem tudtuk volna összehozni, de ők is ugye benne voltak a csapatban, mi mind egy osztályban jártunk. És hát így gondoltam, hogy miért ne ismernék meg Vajdaságban is a Dévényi Ádámot. Torkig vagy mégis éhes,
szeliden is veszélyes, idegenben vagy otthon, épp ott, ahol. Nem ismernek, de tudnak rólad, megérzik, ha várható vagy, mindig tömegben, mindig egyedül. A világon bárhova mennél, rajtad a tábla, mintha nyár lennél. Szabadság miatt zárva, szabadság miatt zárva, szabadság. Ahogyan Dévényi Ádám is megírta dalában, hogy szabadság miatt zárva, úgy a Restart művészeti estek és a színészek is kényszerpihenőre mentek a szükségállapot miatt. Azonban a tervek szerint, amint rendeződik a helyzet, újraindítják az előadásokat, hiszen akad még érdekes műsor a művészek tarsolyában.